A 83-as gyalogezred volt Vas megye legjelentősebb katonai alakulata az első világháborúban. A hősi halottaknak, az egykori bajtársaknak állított emléket 1931-ben szobrával a harcokban maga is maradandó sérülést szenvedett Merkli Ferenc. A hagyományokhoz híven itt tartották meg a Nemzeti Összetartozás napján a városi ünnepséget, amelyen fellépett Balog János, a Vörös Sándor Színház művésze, az Ungareszka táncegyüttes és a Bogja zenekar. Június 4-e van, legtöbbünk számára ez a nap egy szót tartalmaz, Trianon. A trianoni békeszerződés mérhetetlen szigorúsága az ország gazdasági fejlődését törte derékba az értékes területek elcsatolásával, a rengeteg áldozattal járó első világháború, valamint a családokat szétszakító békediktátum fájdalma mindenkit közvetlenül érint. Június 4-e mégis a felemelő érzés deklarált napja, hogy mi magyarok összetartozunk, mondta Illés Károly, Szombathely alpolgármestere ünnepi beszédében. Itt Szombathelyen is és az egész országban, valamint az országon kívül is nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy egy nemzet vagyunk, egy közös gyökereink vannak, és remélem, hogy közös jövőnk is lesz egy nagy magyar nemzet tekintetében. A parlament döntése nyomán június 4-e 2010-től a Nemzeti Összetartozás napja. Ez alkalomból helyezték el koszorúikat és mécseseiket az első világháborúban hősi halált halt katonák tiszteletére állított emlékmű előtt a város, a megye és a kormányhivatal elöljárói, valamint a fegyveres testületek vezetői és a civil szervezetek képviselői.